Óriási a kavalkád a szociális intézmény aulájában, ugyanis mindenki szeretne közelebb férkőzni a profi sportolókhoz. A jégkorongozók édességet, gyümölcsöt vagy éppen dedikált csapatfotót adnak az otthon lakóinak, az ajándék azonban ennél sokkal több, néhány kedves szó, érintés, szeretet. Aki ide jön, akár játékos vezető, az mindenki egy olyan érzéssel lesz erősebb, amit itt tapasztal. Aki ezt mondatokból, mesélésből, ezt nem lehet átadni. Egyszer ide kell jönni, egyszer meg kell azt érezni, hogy sérült emberek milyen szeretetre éhesek, hogy ragaszkodnak, hogy bújnak, hogy várnak egy simogatást. A fehérvári csapat hosszú idő óta szívesen látott vendégtekeres pusztán. Mindenki tudja már, hogy advent idején ellátogatnak hozzájuk a sportolók. Nem csak a jégkorongozók, hanem az otthon lakói is minden évben előre készülnek a különleges találkozásra. A színtársulat ünnepi előadással, a Bíbor Szív együttes pedig karácsonyi dallamokkal ajándékozta meg a látogatókat. A zenekar énekese szerint ez a legjobb a karácsonyban. Azt mondja, ilyenkor minden megváltozik. Van egy kis fennforgás, jó barátokkal találkozhat, és a vendégeknek megmutathatja, mire is képes. Számára ez az igazi ajándék. Igazából már nekem mindenem megvan. Én olyan nagy ajándékra nem vágyok, arra vágyom, hogy ilyenkor ne legyenek viták, ne legyenek zsörtölődések, mindenki békében, szeretetben legyen egymással.